szigeteken át helyet néke. Csöndes folyóvizek mellett nevelt föl engem, felüdítette az én lelkem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És van veletek. Nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm Helynök Atyát, Nagy Prékost Urat, paptestvéreket, szerzeteseket, szerzetesnőket, papnövendékeinket, a Brenner Ima Szövetség minden kedves tagját, minden testvért, aki erre a mai ünnepi szentmisére eljött velünk együtt imádkozni és hálát adni. Külön szeretettel köszöntöm jubiláns paptestvéreinket, a Gyémánt Misés Németh Károly atyát, dr. Szakony Ferenc atyát, aranymiséseinket, Harangozó Vilmos, Marton István és Takács László atyákat, és ezüstmiséseinket, Ajkner Gézát, Gál Sándort, Kovács Györgyöt, Szikszai László Leopoldot, Stip Zoltán és Tóth János atyákat. Hálásan köszönöm, és köszönjük mindannyian az ő papi szolgálatukat, hivatásukhoz való hűségüket, minden imádságukat, áldozatukat, lelkipásztori buzgóságukat. Velük együtt adunk hálát a 60, 50 és 25 év papi szolgálat minden kegyelméért, hogy Krisztus meghívta őket, megtartotta őket kegyelmével, hogy velük volt a kereszthordozásban is, betölti a szívüket az ő békéjével és fényével. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Strober László és Pem László atyákat, akiket a mai napon iktatunk be a kanonokok sorába. Köszönöm Pem atyának a zenei tehetségét, talentumait, tudományos munkásságát, a tanításban való szolgálatát, akár a hittudományi főiskolán, kántorképzőn, akár az Elte Szavária Egyetemen imádságos lelkületét, amelyel gazdagítja, építi egyházmegyénket. Köszönöm Strober atyának fáradhatatlan lelkipásztori buzgóságát, hogy építi
kőből épült, de még inkább a lelkekből épülő templomot. Ahogyan foglalkozik lelkesen fiatalokkal, nagyon sok papi hivatásnak volt kísérője, ébresztője. Tanácsosok testületében köszönöm a bölcsességét, tanácsait. A kanonoki beiktatás jele a tiszteletünknek, megbecsülésünknek, de jele annak is, hogy ezután talán még jobban számítunk imádságotokra, papi lelkületetekre, bölcsességetekre. Nagy szeretettel köszöntöm a Brenner Ima Szövetség minden kedves tagját, és hadd mondjak el egy nagy örömhírt. Újra idén is 5 papnövendékünk lesz. 5 fiatal, aki bátran, bőkezűen, nagy lelkűen igent mond Krisztus hívására. Neki ajándékozza az életét. Az Úristen meghallgatja hűséges imánkat, amelyet megerősítettünk boldog Brenner János közbenjárásával is. Köszönöm mindenkinek a hűségét az imádságban, papjainkért, kispapjainkért, fiataljainkért. Mai nap egyben Szent Márton erekjéi átvitelének emléknapja is. Kérjük az ő közbenjárását egyházmegyénkre, hogy tudjuk követni az ő szegények iránti szeretetét, az evangélium hirdetésében fáradhatatlan lelkesedését, az egyszerűségét, az önmegtagadásban való nagy lelkűségét, legyen egyházmegyénk pátronusa és példaképe. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Dicsőség a magasságban Istennek, íz is a földön békesség, a jó akaratot emberednek. Mi dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről, árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támaszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelídek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Királyok első könyvéből. Illés visszatért Hóreb hegyéről, és megtalálta Elizeust, Sáfát fiát. Éppen szántott, 12 pár ökör haladt előtte, maga pedig a 12. pár mögött haladt. Illés odament hozzá, és rátette köntösét. Elizeus otthagyta az ökröket, Illés után szaladt, és így szólt. Engedd, hadd adjak előbb búcsúcsókot apámnak, meg anyámnak, aztán követlek. Ő azt mondta neki, menj csak, de térj vissza, ne feledd, hogy mit tettem veled. Azzal Elizeus elment, fogta az egyik pár ökröt, feláldozta, majd az ökrök igájának fájával megfőzte a húst, és odaadta az embereknek, hogy megegyék. Azután elindult, Illés nyomába szegődött, és szolgája lett. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluia, Alleluia.
jóságosan ad nekem törvényedet. Az Úr legyen vele, és egy adatát. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Majd versengés támad közöttük, hogy melyikük a nagyobb. Erre Jézus azt mondta nekik: a királyok uralkodnak a népeken, s akik hatalmat gyakorolnak fölöttük, jótevőiknek hivatják magukat. Köztetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig, mintha a szolga volna. Mert ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért nektek adom az országot, mint ahogy atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Ezek az evangélium igéi. Áldott néked, Krisztus! Kedves paptestvérek, kedves testvéreim! Kínában, egy falu határában egyszer találtak egy meggyilkolt embert. És nem sokkal később két testvért fogtak el, akiknek a ruhája véres volt. Azonban teljesen nyilvánvalóan egyetlen készúrással ölték meg a meggyilkolt embert. A helyi bírák nem tudták eldönteni, hogy melyikük lehet a gyilkos, és így az ügy a császár elé került. A kínai császár maga sem tudta eldönteni, melyik lehet a bűnös. És végül azt mondta, hívassák el a két testvérnek az édesanyját. Döntsön ő, ő talán sejti, tudja, hogy melyikük lehetett. Ha nem dönt, akkor mind a kettőt kivégzik. Elhúzatták az édesanyát. Az édesanya, ahogy meghallotta ezt a helyzetet, balfehér lett. Végül nagy nehezen azt mondta a császárnak, maradjon életben
az idősebbik. Császár meglepődött, megkérdezte, miért? Mire az asszony azt mondta, fenség, ez az idősebbik fiú igazából nem az én gyermekem. Egy közeli rokonunk bízta rám, akkor, amikor belehalt a szülésbe, még utolsó szavaival azt kérte, hogy neveljen föl. Megígértette velem, hogy úgy fogom nevelni, mintha saját gyermekem lenne. Eddig ezt az ígéretemet mindig betartottam. Most is be akarom tartani. Maradjon életben az idősebbik. A császár megrendülten hallgatta, aztán mind a két testvérnek megkegyelmezett. Kedves paptestvérek, valami ehhez hasonló, sőt, végtelenszer nagyobb az Isten szeretete az ember iránt, aki a legdrágábbat sem kímélte, saját fiát adta értünk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Pál apostol mondja, egyszülött fiát sem kímélte, hanem áldozatul adta mindannyiunkért. Krisztus életében ez a végtelen, fölfoghatatlan szeretet árad ki a világra. Éppen ezért Jézus igen gyakran az egész küldetését ebben a titokban fogalmazza meg. Azt mondja, az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja az életét váltságul sokakért. Ezért jött, hogy odaadja az életét. Pál apostol így mondja, szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, engedelmes lett egészen a halálig. A mi papi küldetésünk ennek a végtelen szeretetnek a folytatása, gyümölcse, szentségi megjelenítése. Ahogy Jézus mondja, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ez a krisztusi küldetés, a keresztig menő szeretet folytatódik minden pap életében. Ugyanaz a lelkület kell, hogy bennünk legyen, mint Krisztusban volt, aki szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát. Erre tanít a mai evangélium, aki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Ha keressük papi lelkiségünk szívét, a középpontját, azt gondolom, hogy nagyon könnyen eltévedünk, ha ilyesfajta gondolatok vannak bennünk, hogy vezetni, tanítani, vagy megszervezni. Nyilván ezek is fontosak, de a papi küldetésünk lényege nem ez. A papi küldetésünk lényege az, hogy odaadjuk az életünket, hogy szolgáljunk, ajándékká legyünk Istennek és a ránk bízottakért. Mit is jelent egészen konkrétan az, hogyha a papi lelkiségünk középpontja ez, a szolgálat és az önátadás, a kereszt mértékéig menő szeretet. Jelenti azt, hogy az egész papságunk a Krisztussal való személyes kapcsolatra épül. Vele kell egyé lennünk, az önmagát értünk és nekünk adó Krisztussal. Szent Mártonról jegyzi föl Sulpicius Severus, hogy kicsit úgy, mint a kovács, aki állandóan üti a vasat, ha meg akarja munkálni, hogy izzó maradjon. Márton így élt, állandóan fohászkodott minden órában. Izzott a lelke, mert Istenben élt. Nem telt el úgy óra, hogy ne fohászkodott volna. Krisztusról ugyanezt halljuk.
Igen gyakran az éjszakát Isten imádásában töltötte. Bár az Isten fia volt, egy volt az atyával. Mégis fontos volt neki átélni, mint ember újra és újra az atyával való harmóniát, egységet, békét, találkozást. Ott van-e a mi életünk szívében Krisztussal való egység, az ő megfeszített titkának, szeretetének az átélése? Tudok-e táplálkozni az eukarisztia jelenlétéből, a Bibliából? Van-e mélysége, csendje az életünknek? Olvastam egy esetet, két protestáns lelkésznek a feleségei beszélgettek, miközben javítgatták a férjeik nadrágját. Az első azt mondta, hogy gyönyörűen virágzik a közösségünk, állandóan jönnek újak, gyönyörű az énekszó, öröm a kis gyülekezeti teremünkbe belépni. És közben javítgatta a férje nadrágjának a térdeit. A másik azt mondta, nem értem, a mi templomunk egyre inkább ürül. Állandóan torzsalkodik a közösség, nincs békesség. Eltűnt a régi lelkesedés, öröm. Közben javítgatta a férje nadrágjának az ülepét. Használjuk-e a térdeinket? Egyek vagyunk-e Krisztussal? Ő ráépítjük-e a papságunkat? Mit jelent még ebben a lelkületben élni? Jelenti azt, hogy alázattal szolgálok. Nem a kegyelem vagy a szentségek vámszedője vagyok. Szelíd pásztor vagyok, ahogy Jézus mondja a Biblia szavaival, a megroppant nádat nem töri össze. A pislákoló mécsest nem oltja ki. Tudok-e szelíd pásztor lenni? Ha szigorú vagyok, akkor elsősorban magammal legyek szigorú. Tudok-e úgy élni, hogy nem a magam gondolatát erőltetem másokra, hanem elsősorban szolgálok. Jelenti azt is, hogy bőkezűen adom az evangélium örömhírét. Nem annyira nézem a sikertelenséget vagy sikert. Kicsit úgy, mint a magvető, amelyik nem ijed meg attól, hogy sok szem az útfélre esik, kövek közé esik, pogáncs közé esik. Tudom-e bátran hirdetni az evangéliumot? Olvastam egy érdekes esetet. Ausztráliában egy cipőkereskedő cég két fiatalt küldött, hogy megnézzék, van-e piaci lehetőség ott a bennszülött törzsek között. És néhány nap múlva az egyik fiatalember egy SMS-t küldött a főnökének, azt írta, lehetetlen itt cipőket eladni. Itt mindenki mezítláb jár. Nem sokkal később a másik fiatal is írt egy SMS-t, amelyben ez állt, végtelen lehetőség van itt cipőket eladni. Itt mindenki mezítláb jár. Kedves paptestvérek, ne azt kérdezzük, ne azt mondogassuk, hogy miért lehetetlen. Az én plébániámon nem lehet változtatni. A mai fiatalok milyenek? Ne azt mondogassuk, hogy miért lehetetlen. Nem próbáljuk megtenni a lehetőt. Az első keresztények fantáziájával, lelkesedésével. Nekik sem volt sok földi lehetőségük. Halálra keresték őket. Nem voltak sokan. Gyönyörűen áthatották a római birodalmat a hitükkel, a ragyogó életükkel. Tudok-e így gondolkodni? Hirdetni az evangéliumot akár alkalmas, akár alkalmatlan. A szentek leleményességével. A föntről táplálkozó reménnyel, amelyik nem számolgat. Olvastam egy svájci plébánosról. Szombat délutánonként nagyon sokat készült mindig a prédikációira. És azt mondta, hogy néha úgy érezte, mintha megjelenne egy ilyen különleges sötét alak,
azt mondaná neki, hogy mit gyötröd magad? Ezért a 20-30 emberért, aki talán majd meghallgat, minek erőlködsz? Aztán azt mondta, sokszor érezte, hogy valaki más is megjelenik. Aki mindig azt mondta neki, nekem 12 tanítványom volt, abból is egy elárult. Ilyenkor a plébános mindig megnyugodott. Az első sötét alakot elkergette, utána azt mondta, köszönöm Uram, te tanítványod akarok lenni. Ne számokban gondolkodjunk, emberekben gondolkodjunk. Minden ember végtelen kincs. Az Úr Jézus ránk bíz egy-egy embert, az hatalmas feladat, óriási felelősség. Tudok-e hűséges lenni a nehezebb helyzetekben is? Ezt a lelkületet kérjük a mai napon mindannyiunk számára. Azt a lelkületet, amely boldog Brenner Jánosban is élt, aki azt mondta, az élet izzó folyosó, a szenvedés és a szeretet tüzén át haladok az isteni szeretet izzó trónusa, lángoló trónusa felé. Ezt a lelkiséget, ezt a szeretetet, szolgálatot kérünk, jubiláns pap testvéreink, az újonnan beiktatandó kanonokok, kispapjaink és mindannyiunk számára. Amen. Testvérek, most kezdődik a beiktatás szertartása. Ezt megelőzően ismertetem a kinevezésüket. Őtisztelendő Stróber László atya, miután megüresedett a kanonok és tallom, az illetékesek véleményének kikérése és alapos mérlegelése után úgy döntöttem, hogy főtisztelendőséged a legméltóbb a kanonok és státusz elnyerésére. Főtisztelendőséged eddigi buzgó lelkipásztori szolgálatával nem csak hívei, hanem a szombathelyi egyházmegye papjai előtt is elvitathatatlan érdemeket szerzett. Elég, ha csak a legutóbbi évek jelentős plébániai beruházásaira gondolunk. Az alaegerszegiek régi álma vált valóra a kertvárosban megépült új templom megszületésével. Mindeközben a Szent Mária Magdolna templom régóta esedékes külső és belső felújítása is szakszerűen megtörtént. Az építkezések mellett a lelkek templomának gondozására is gondosan ügyel. Plébánosi teendőknek ellátása mellett külön említésre méltó a Mindszenty József általános iskola és gimnáziumban végzett ifjúság nevelői és hitoktatói tevékenysége. Mindezen szempontok alapján kinevezem önt a vasvárszombathelyi székeskártalan kanonokjává, András püspök. Őtisztelendő Pem László atya, a boldogavatási szentmisén részemről elhangzó szóbeli köszöntés után írásban is megerősítem, hogy a Vasvárszombathely székeskáptalan javaslatát is figyelembe véve a mai nappal főtisztelendőségedet kinevezem a kanonoki testület új tagjává. Hálásan köszönöm kanonok úr sok éves oktatói munkáját, az egyházzene terén végzett páradhatatlan és művészi színvonalú lelkiséggel áthatott szolgálatát. Különösen köszönöm a Brenner János boldogavatására komponált himnuszt és a jubilációt, valamint az eukarisztikus kongresszusra komponált misét. Miután Stróber László apát plébánosnak eddig csak a kinevezése történt meg,
őt és főtisztelendőségedet a Székesegyházban június 16-án püspöki szentmise keretében iktatom be a testületbe, Ékely János szombathelyi megyés püspök. Kedves paptestvérek, mielőtt a kanonoki öltözéket magatokra vennétek, és elfoglalnátok helyeteket a szombathelyi Székesegyház stallumaiban, a hitvallás letételével erősítsétek meg a római katolikus anyaszentegyházhoz való hűségeteket, és szeretett egyházmegyénk iránti elkötelezettségeteket. Előttem, mint főpásztorotok és a nagypréposzt, valamint Isten népének színe előtt tegyetek ünnepélyesen hitvallást. Én, Stróbel László, hiszem és vallom, amit a katolikus hitvallás tartalmaz. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Isten engem úgy segéljen, és az ő szent evangéliuma, amelyet kezemmel érint. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned. Én, Pem László, hiszem és vallom, amit a katolikus hitvallás tartalmaz. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten engem úgy segéljen, és az ő szent evangéliuma, amelyet kezemmel érintek. Isten tegye teljessé a jót, amelyet megkezdett benned. Most írjátok alá a kanonoki esküt, vegyétek fel a főpapi öltözéket, és foglaljátok el helyeteket a számotokra kijelölt stallumokban. Thank you.
testvéreim, imádkozzunk új hivatásokért. Kérjük mesterünket és jó pásztorunkat, tudatosítsa bennünk, hogy gondviselésére hagyatkozva mindnyájan felelősek vagyunk a hivatások ügyéért. Add Urunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa, János megyés főpásztorunk és papjai Szent Márton püspök lelkületével végezzék apostoli munkájukat. Kérünk. Hálát adunk neked, Urunk, ezüst, arany és gyémánt misés atyákért, valamint az új kanonokért. Add, hogy boldog Brenner János példájára a jó pásztor küldöttei legyenek körünkben. Úr Jézus, örök főpap, te egy személyben áldozat és áldozat bemutató is vagy. Add, hogy fiataljaink az igazán fontos és az Isten előtt igazán kedves dolgokat keressék és meg is találják. Jézus, szenvedő királyunk, add, hogy a papi hivatást szívünkben megtapasztaló fiatalok ne riadjanak vissza a lemondástól és az áldozathozataltól, hanem meglássák azt is, amit ajándékozni szeretnél nekik ezek által. Áld meg, Urunk, a Brenner János Ima Szövetség tagjait, add, hogy buzgók és kitartóak legyenek hivatásokért végzett imádságban. Úr Jézus, örök világosság, jutalmazd meg elmúlt napjaidat azzal, hogy mindörökké a mennyei istenséget részeseivé teszed őket. Urunk Jézus Krisztus, hűséges apostolaid egykor elvittek téged az egész világra. Bízunk benned, hogy ma sem hagyod népedet árván. Boldog Brenner János közbenjárására ébresz új hivatásokat, akik téged tekintenek eszménynek, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Thank you.
Imádkozzatok a testvéreink, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
mennyei lakoma örömében arra kérünk, Istenünk, hogy a szeretetnek e nagy szentsége érlelje meg azokat a magvakat, amelyeket az egyház szántó földjén bőkezűen elvett, és sokan válasszák élethivatásuknak, hogy testvéreikben szolgáljanak téged. Krisztus, a mi Urunk által. Mindenható, jóságos Istenünk, a te dicsőséged megmutatkozott Szent Márton püspök életében és halálában egyaránt. Add meg, Urunk, nekünk is, akik Szent Márton egyházmegyéjének papjai és hívei vagyunk, hogy egész életünk Isten imádás, Isten dicsőítés legyen. Amikor imádkozunk, amikor igédet hirdetjük vagy hallgatjuk, amikor kötelességeinket teljesítjük, amikor jót cselekszünk embertestvéreinkkel, amikor bántalmazóinknak megbocsátunk, és a bántalmakat békével tűrjük, amikor életerő tölt el bennünket, és amikor a sír felé hanyatlik földi életünk, mindenkor a te dicsőségedet szolgálhassuk. Szent Márton püspök, egyházmegyénk védőszentje, a mai napon a te oltalmadba ajánljuk papi életünket és szolgálatunkat. Te, aki sohasem vonakodtál a munkától, járj közben értünk Krisztusnál, hogy a tanítás, a megszentelés és Isten népének felelős vezetését minden nap odaadó lélekkel, kitartással és áldozatkészséggel vállaljuk. Bátor és erős lélekkel tegyünk tanúságot Urunk feltámadásáról, és őt hitelesen képviselve a világban, minél több embert vezessünk el Krisztushoz, aki az út, az igazság és az élet. Imádkozzál értünk, hogy megmaradhassunk, és megerősödhessünk az igaz hitben, a töretlen reményben és a tevékeny szeretetben. Imádkozzál egyházmegyénkért, hogy bőséggel szülessenek itt új papi és szerzetesi hivatások. Kérünk, esd ki számunkra Istentől a kegyelmet, hogy életünk a szolgáló Krisztus mása legyen. Így váljunk az ő igazi tanítványaivá, aki magad is példát adtál az önzetlen felebaráti szeretetre, járj közben értünk, hogy a ránk bízottakkal együtt egykor mi is eljussunk az örök életre. Szent Márton püspök, főpapok gyöngye, könyörülj értünk.
Titeket a mindenható Isten, az Atya,